Két tanterem kapcsolódik ide a kabinethez, ehhez a tanteremhez tartozik szituációs helyszínként ez az imitált közterületi rész, van itt egy kocsma, ahol a nyilvánosan történő intézkedéseket tudják gyakorolni a tanulóink, illetve itt a területnek a végén pedig van egy 5 helyiségből álló lakás. Nyílt napot tartott a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium, ahol bemutatták, hogy mi vár a rendőrnek jelentkező fiatalokra. Sok izgalmas program várta a látogatókat, mint az alakzatban vonulás, elfogási és intézkedési bemutató, vagy fegyverek és eszközök megismerése. Igyekszünk minden szegmensét bemutatni a képzésünknek, hogy azt tudni kell, hogy ez egy tiszthelyettes, komplex szakmai képzés, nem egy megszokott középiskolai oktatásról van itt szó, elmélet és gyakorlat ötvözve, éppen ezért próbálunk minden ilyen specifikumot bemutatni, de egyébként ebbe beletartozik az, hogy a szállást is bemutatjuk, de azt láthatták, hogy az érdeklődők csapatszolgálati képzésből is mutatunk intézkedésmódszertant és határrendészeti képzésbe is belenézhetnek a résztvevők. Ez azért egy formabontó nyílt nap a hagyományos középiskolákhoz képest. Mi az, ami bevonza őket a rendőri hivatáshoz? Hát, egyértelműen van még ennek a hivatásnak a romantikája, és én azt gondolom, hogy az a fajta attitűd, hogy egyenruhában van, és intézkedhet, és izgalmas helyzetekbe és intézkedésekbe eshet bele, és elkövetőt foghat, rablót foghat, az mindenféleképpen vonzó. Fiatalok, hölgyek, urak választhatják, van előrelépési lehetőség, lehet tovább tanulni, lehet szakosodni, specializálódni, valaki inkább ugye a közterületi szolgálatot preferálja, de valaki egyszerűen nyomozó akar lenni. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja itt a számítását. Jelentkezni február 18-áig lehet, részleteket a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium honlapján találhatnak az érdeklődők. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért pedig iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára.